A minősített közművelődési intézmény címa kiemelkedő teljesítményt nyújtó közművelődési intézményeknek adományozható. A minősített közösségi szintér címre a szinterek pályázhatnak. A közművelődési minőségdíjra azok a szervezetek, amelyek érvényes minősített közművelődési intézmény címmel rendelkeznek. Ezekről a fontos szakmai visszajelzésekről szólt a mai nap a Kossuth Művelődési Központban. A Nemzeti Művelődési Intézet három vármegyei igazgatósága hívta életre a szakmai napot. A Pest vármegyei igazgató elmondta, ezek a címek gyakorlatilag biztosítékok a látogatók számára, hogy valóban színvonalas munka folyik egy-egy intézményben. Az látszik, hogy azok az intézmények, akik ebben a szemléletben is tudatosabban működnek, ők azért hajlamosabbak a kreativitásra, az innovációra, és ezek a közművelődési szakmában azt gondolom, hogy nagyon fontos gondolatok, hiszen ez a szakma is változik. Már régen nem arról szól, hogy akkor van egy faluház, ahova bemegy az ember, hanem itt tényleg törődnek vele, segítik a munkáját, segítik azt, hogy hogyan tudnak tényleg közösségé válni azok az emberek, akik ide bejönnek. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része ennek az egész szemléletnek. Idén egyébként változott a minősítésekről szóló rendelet, már nem csak intézmények, szinterek is pályázhatnak. És teszik ezt sokan azért, hogy valódi képet kaphassanak a náluk zajló munkáról. Hiszen a pályázatban leírják, ők mit és hogyan tesznek, a szakmai visszajelzés pedig megmutatja, jó-e az irány. Én azt gondolom, hogy ez egy először is, és talán ez a legfontosabb szempont, ez magának a szervezetnek fontos. Tehát, hogy tudja azt, hogy ő ennek mentén végzi a tevékenységeit. De természetesen jár különböző előnyökkel is. Ez most már az új rendeletben van szabályozva. Azok a szinterek, akik elnyerik ezeket a címeket, és azok az intézmények 500-500 ezer forint jutalomban, talán hívjuk így, részesülnek, amit aztán a szakmai munkájukra tudnak majd felhasználni, de a Nemzeti Kulturális Alap is szokott számukra, tehát kimondottan azoknak az intézményeknek kiírni pályázatot, akik rendelkeznek ezzel a címmel. A Ceglédi Kossuth Művelődési Központ már 2020-ban megkapta a minősített közművelődési intézmény címet. Most házigazda volt a szakmai napon, és érdekelt is, hiszen újra pályázni szeretnének. Ez egy olyan cím ugyanis, ami valóban szakmai visszajelzés, és fontos. Nekem az fontos, hogy azt tudjam kiírni mellé, hogy az én ciklusom alatt, vagy az én időszakom alatt szereztünk minősített címet, és több vagyunk, mint egy sima művelődési ház, vagy művelődési központ. Igen, van benne egy ilyen gondolat is. A másik pedig a évek óta itt zajló minőségi munkának egy koronája az, hogy van egy címünk. És nem csak a mi munkánk, hanem az elődei munkája, és akik ugye ezeket megalapozták minden területen. És hogyha mi megtehetjük azt, hogy pályázunk egy ilyen címre, akkor igenis tegyük meg. A mindennapi munkát azonban természetesen a címtől függetlenül igyekeznek magas színvonalon végezni, mondta Détári Lukács Ágnes, aki házigazdaként természetesen tapasztalataikról is beszámolt a szakmai nap résztvevőinek.